Kihasználva a bőjt előtti időszakot, ismét húshagyó keddi fánkpartit rendeztek Gyenesdiáson. A farsang búcsúztató Batyús Bálnak már 2 évtizedes múltja van a településen. 2 évtizeddel ezelőtt elindult egy folyamat, ami talán egy kicsit a régi hagyományok felelevenítéséről szólt, és ez nem volt más, mint a 90-es években létrejött civil közösségek olyan kezdeményezése, hogy a hagyományos dolgainkat, amikre a közösség büszke volt, valahogy karoljuk fel. És ilyen volt a fánkparti, a tavaszköszöntő, a farsang vége ünnepe, amikor is összejöttek a klubba, a régi klubba a fánksütő asszonyok, és azt mondták, hogy kóstoljátok meg az enyémet is, mert az enyém talán finomabb. És talán így indult el valami, amit aztán később felkarolt a nyugdíjas klub. Kezdetben még csak a helyi könyvtár kis társalgójában jöttek össze. Mára a környező településekről is szép számmal érkeznek vendégek, hogy együtt búcsúztassák a farsangi időszakot a nagyközségben. És nagyon büszkék vagyunk, hogy nem csak a gyenesdiási civil szervezetek karolják fel ezeket a hagyományőrző rendezvényeket, hanem bizony máshonnan is érkeznek. Tehát Cserszeg-Tomajról, Keszthelyről, Bonyarszfasejről tartalommal töltik meg a dalárda szerepét, tartalommal töltik meg a nyugdíjas klub együttműködési szerepkörét a térségben, és ha úgy veszik, akkor a civil közösségek térségi együttműködés mellett őrzik azt a hagyományt, amit végeredményben eleink hagytak ránk. Húshagyó kedd a farsang utolsó napja. Ez a nap a katolikus egyház 40 napos böjtje előtti utolsó nap, amikor bőven lehet még enni, inni és mulatni. A helyi nyugdíjas és nőklub tagjai a művelődési házzal karöltve ezt használták ki és szervezték meg a hagyományőrző programot. Amióta én nyugdíjas klub vezető vagyok, 2006 óta tudom, hogy minden húshagyó kedden megrendezzük, és nagyon jó szokott lenni. Sokan szoktunk lenni, de most is elegendő a közönség, úgyhogy nem baj, ha kevesen vagyunk. Sok kedves, rendes ember összejön, akkor mindig jól érezzük magunkat. A húshagyó kedd és a farsang hagyományos étele a fánk. A helyi és környékbeli háziasszonyok számos fajtát sütöttek, 19-en mérettek meg a versenyben. A hagyományos szalagos fánk készítői közül került ki az év fánk királynője, de a háziasszonyok a farsangi finomságok hatalmas választékát mutatták be a bíráló bizottságnak. A szalagos farsangi fánk, a kelt fánk, az általában az igaz, ez elfogadott, vagy a legjobban ismert. Utána jöttek a csöregefánkok, utána azon belül volt egy rózsafánk, ami megint egy külön igazi kategória, és az égetett tésztás fánkok, amik már könnyebbek többek között, mint az eklerfánk, képviselőfánk. A fánkokon kívül természetesen édes és sós finomságokkal is készültek a gyenesi asszonyok. Én most nem fánkot hoztam, hanem egy erdélyi sütemény, hát tulajdonképpen ez palacsinta, egy székely formában megtöltött túros palacsinta. Tejföl a tetején, cukros tejföl, nagyon finom. A háromtagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, a 2 évtizede bevált pontrendszert segítségül hívva választották ki a legjobbakat. A külső megjelenést, utána az orrnak, az illatok, illatanyagok, utána a szájba, amiben háromféle ízvilágot is tudunk létrehozni, a sót, a cukrot és a fánkra jellemző ízvilágot. Idén is több kategóriában díjazták a finomságokat. Gyakorlatlan és gyakorlott háziasszonyok, helyiek és környékbeliek egyaránt büszkén kínálták az általuk készített édességeket. Az asszonyok mellett az urak pedig boraikkal mérettethettek meg az este folyamán. Gyenesdiásról 9 helyi termelő nevezett a borkirályi címért. Így volt összesen 9 mintánk. Mi nagyon örültünk neki, jó hangulatú volt a maga kiválasztás is, és azért is szeretném ezt így kiemelni, mert a fánkosok meg itt voltak mellettünk. Mi nem kaptunk fánkot, ők nem kaptak bort, hát ennyire egyszerű volt a dolog. A szintén 3 tagú szakmai bizottság bírálata szintén egy jól bevált pontozási rendszeren alapult. A rendezvényen meglepetésekben sem volt hiány, idén első alkalommal 2 borkirályt is megválasztottak. Nem tudtunk dönteni, és ebből adódóan ma Gyenesdiáson, vagy egy éven át Gyenesdiáson 2 király lesz, majd ők maguk eldöntik egymás között, hogy melyik a nagyobb. Én tudok például karót hozni nekik, és akkor ők azzal úgy össze
mérik a tudásukat. A finomságok mellé a Gyenesdiási Dalárda színes, erre az időszakra jellemző dalcsokrot is hozott, egyik tagjukat pedig születésnapján köszöntötték. Boldog együttlétre készültünk, és borosdalokkal, ahogy szoktunk, ahogy ez ilyenkor illik. Aztán hozták a daládásaink a boraikat, az asszonyok a fánkot a versenyre, és hát nagy örömünkre meg tudtuk gratulálni a rangidős Farkasödön daládatársunkat, aki most töltötte be az elmúlt napokban 85. életévét. Az este folyamán a hamarosan elköltöző Fábián Józsefné Erzsi nénit pedig szeretettel búcsúztatta el a Gyenesdiási közösség. Nagyon köszönök mindenkinek minden szeretetét, amit kaptam itt Gyenesdiáson. Az egybegyűltek a versenyen kívül is remekül érezték magukat, hiszen a korábbi évben a rendezvény a járványhelyzet okán nem valósulhatott meg. Most nagyon érzem magamat, mert hát az idén most először sikerült, hogy közösségbe jöttünk, és ez a funkpartit meg lett rendezve. És nagy örömmel tölt el itt, hogy újból találkozunk a régi ismerősökkel. A hagyományőrző vidám mulatozást nótaszóval, tombolával és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak jóvoltából tánczenével zárták.